Szekszárdon a vasárnapi időközi választáson a Fidesz-KDNP jelöltje Szoller Zoltán aratott győzelmet a megyei jogú város 4. számú választókerületében. A szavazatok közel 60%-át szerezte meg. A kerületben 2745 választásra jogosult volt, közülük este 7 óráig 1182-en tették le voksukat. Stábunk a lakosság véleményét is megkérdezte arról, hogy mit szólnak az eredményekhez. Én Szoller Zoltánra szavaztam. Egyrészt, mert emberileg is megfelelő, alkalmasnak tartom maximálisan, biztos nagyon sokat fog tenni a körzetünkért. Többen azt szeretnék, hogy a nyertes jelölt a lakóhelyük fejlesztéséért dolgozzon. Annak örülnék a legjobban, hogyha egy kicsit jobban odafigyelnének, főképpen télen az utakra, az ilyen helyekre, mint például itt van 60 darab lépcső, amin föl kell jönni. Vannak, akik nem csak a körzetben, de az egész városban azt várják, hogy felgyorsulnak a fejlesztések. Nincs Szekszárdon strand, ahova én elmehetnék reggel egyet úszni. Igaz, 85 éves vagyok, de sok évig sportoltam, sok évig kerékpároztam, és ennek kiegészítője volt, hogy reggel elmentem egy jót úszni, egész nap felfrissültem, egész nap, és 5 éve vagy 6 éve nincs Szekszárdon strand. Szoller Zoltán a jövőben többek között azon szeretne dolgozni, hogy körzetében több parkolót alakítsanak ki, továbbá útfelújítás, illetve játszótér korszerűsítés és gyalogátkelőhely kialakítása is szerepel a programjában.